Zsolt, te most megnézted azokat a videókat, amiket Kis Árpáddal csináltunk, akinek te ugye a tárgyalás alatt tulajdonképpen a harmadfokig a védője voltál. Igen. Mit láttál ezeken a videókon? Volt-e benne valami más, mint amit ti ügyvéd-kliens viszonyban beszéltetek meg? Volt. Alapvetően azt kell látni, hogy amikor én belekerültem ebbe az ügybe, és egész a harmadfokú eljárás végéig a Kis Árpád egy ilyen egyszerűsítve ilyen tagadó magatartásban volt. Tény, hogy a nyomozati szakban az első három cselekménnyel kapcsolatban tett egyfajta beismerő vallomást, de az összes többivel kapcsolatban tagadó vallomása volt. Nem voltam ott, nem vettem benne részt, stb. Aztán ez egész kitartott ugye a rendes eljárás végéig, amik harmadfokon jogerősen aztán mondták, hogy vége van ennek az ügynek. Utána nekünk megszakadt a kapcsolatunk. Egy hosszú ideig, egy jó pár évig nem beszéltünk, hogy így mondjam egymással. Majd jó egy évvel ezelőtt ő keresett meg engem, hogy felvette velem a kapcsolatot, én voltam bent nála a BV-be, és már akkor mondta nekem ezeket a, bocsánat, így mondom, újdonságokat, illetve amit a videót átküldtél nekem, azokat megnéztem. Ugye ezen már teljesen másfajta megközelítéssel él ő a cselekményekkel kapcsolatban, van egyfajta beismerő vallomása. És ugye ez azért érdekes, mert hogyha ezzel a metódussal közelít meg ezt az egész eljárást a rendes eljárás során, akkor a védekezési taktika, védekezési taktikánk is teljesen más lett volna értelemszerűen, más tanácsokat adtam volna, adott esetben a bizonyítékok közül másra helyeztük volna, nem csak én, hanem a védőtársaim is, adott esetben a védekezésünket. De hát ugye azt szokták mondani, hogy a védő az kötve van az ügyfele akaratához. Tehát most mondok egy buta példát, hogyha kamerafelvétel van arról, hogy személyessé teszem, hogy mi ketten a West Endbe beszélgetünk órákon keresztül, majd te azt mondod, hogy a Bátszalókon voltál, én azt mondom, hogy Mosonmagyaróváron voltam, akkor nekem, mint védőnek ahhoz kell ragaszkodnom, amit te mondasz, még hogyha a legnagyobb blödség is, de ahhoz kell ragaszkodnom. És tehát mondom, tehát itt, amikor szembesültem el, hogy elismeri, hogy nem csak az, hogy ott volt helyszíneken, hanem hogy tevőlegesen is részt vett benne, ott azért már, mondom, más lett volna a védekezésünk mindenféleképpen. Volt neki ugye, most nem is emlékszem fontos dátumra, talán 21-ben perújítási kérelme. Abban veled járt el, vagy nem. Még? Nem, mert a harmadfokú eljárás után írt nekem egy levelet, amiben hát nem illik róla beszélni. Lényeg az, hogy nem jó szájízzel váltunk el egymástól. Én visszaírtam neki egy levelet, elküldtem neki minden anyagot, amit felhánytorgatott, hogy nekem odaadta, de nincs meg. Fényképekkel illusztráltam, hogy tessék, itt van, megvan. Beküldtem neki a BV-be. Ennyi. Tehát ez 2015 táján nekem megszűnt vele a kapcsolatom. Azt tudom, hogy a Józsi Edina kolléganővel ő tartotta a kapcsolatot, mert megkért arra, hogy a nálam lévő összes nyomozatiratot, tárgyalási jegyzőkönyvet, mindent adjak át a kolléganőnek. Én ezt meg is tettem egyébként. Mai napig ott vannak nála. Jó, bizonyos iratokat azért nem adtam át, mert az az én személyes iratom, például itt az én három védőbeszédem első, másod, harmadfokra, bocsánat, ez az én szellemi termékem, ez az én sajátom. Ha valakinek kell, akkor menjen kérje ki a bíróságról, de én ezt nem adom oda, mert ez nekem kell. 168 órában nyilatkoztál valamikor, és hát ugye, sőt nem csak a 168 órában, egyszer ugye egy konferencián is részt vettünk együtt egy szemben, ahol ugye említetted azt, hogy tulajdonképpen ennek az ügynek az eljárása, a nyomozati eljárás is, meg az igazságszolgáltati eljárás is ezersebből vérzett. Elmondanád, hogy ezt miket értesz ez alatt? Milyen eseményeket? Én ezt tartom magam a mai napig ehhez. És én azt gondolom, hogy egy kicsit nagy
szavakkal élhetek, hogy egy demokráciának a fokmérője abban is megállapítható, hogy egy olyan ember vagy emberekkel szemben, akik ilyen súlyú cselekményt követtek el a megalapozott gyanú vagy az ítélet szerint, akkor őket is megérdemli, megilleti maximálisan a tisztességes eljáráshoz való jog, és ez a törvényesség, és ez mindent felülír. És ez mindent felülír. Nem is tudom, talán 168 óránál, vagy nem is tudom, kinek nyilatkoztam, hogy gondoljunk bele, hogy ilyen fontos ügyben, ilyen nagyfiúsan bánunk a bizonyítékok beszerzésével, legyen az a nyomozás során, vagy az elsőfokú eljárás során, akkor hogy bánhatnak a nép egyszerű fiával, aki, bocsánat, hogy ezt mondom, csak egy X fajta csokoládét lopott a kisboltba. Mire gondolok? Az nyilvánvaló volt az elején, hogy még nem állt össze ugye a kép a nyomozóhatóság, már külön ügyekként kezelték ezeket az eseményeket, és talán a hatodik vagy a hetedik cselekménynél döbbentek rá, és készültek el addigra a szakértői vélemények, hogy hát ez egy fegyver, azonos nyomok vannak, stb. És kezdték el egy ügyét kezelni, és került az NN-hez. Már akkor látszódott egyébként a nyomozati szakban, hogy mennyire eltérően kezelik például egy szemle megtartását. Hogy van, ahol két oldal, három oldal, van, ahol tisztességesen, becsületesen, több oldalon, órán keresztül végezték a szemlét, és tisztességesen, becsületesen dokumentálták a bizonyítékok beszerzését. Csak egy rövid példa. Alsó Zsolca. Ugye ott már tudjuk, hogy egy ember, vagy egy csapatot, vagy egy csoportot keresnek. Ugye az a történet, hogy a Sajó partjáról rálőnek a Rontó Krisztiánra, fenéken lövik. Este kimennek, nem találnak semmit. Másnap kimennek, fémkeresővel, fényes nappal, nem találnak semmit. Majd harmadnap találnak egy darab töltényhüvelyt, aminek a fenékjelét is, jól emlékszem, elírják, de akkor kérdem én, amikor kimennek fémkeresővel, akkor miért nem találják meg? Ugyanazon a helyen, amit átvizsgáltak, másnap talán szabad szemmel, vagy nem tudom, hogy találják meg. Ez még hagyján. Az egészről van egy darab jelentés, hogy a Sajó parton találtam egy ilyen és ilyen töltényhüvelyt, amit betettem az is ilyen és ilyen szolgálati rendszámú rendőrautó csomagtartójába. Pont. A bűnjelet le kell foglalni. Amikor lefoglaltam, megfelelően kell tárolnom. Semmi erre vonatkozó anyag az ég adta világon nem volt. Nincs. Nulla. Aztán, ami ugye, amikor már a kiséket elfogják augusztus 21-én hajnalban, amire már készül az NN-i, és most ezt nem bántásként mondom, én utána egyébként nagyon sokáig beszéltem olyan rendőr kollégákkal, akik a Nemzeti Közszolgálat Egyetemen tanítanak, hogy hadd menjek el és hadd beszéljek a szakszerűtlenségekről, a hiányosságokról. És nem azért, mert hogy az ember borsot akar törni a volt kollégák orra alá, hanem tanuljanak a hibából. Például Amerikában, amikor fegyverhasználat van és valami nem jósül el, akkor azt kielemzik és oktatják. És nem azért oktatják, hogy XY-t felelősségre vonják, hanem azért, hogy a többieknek elmondják, hogy mi volt a hiba. Valamivel évekkel később volt erre lehetőségem, hogy a Petőfi dandártábornok úrral közösen tartottunk egy ilyen előadást, ahol bizonyos ilyen eljárási hibákra felhívtam a figyelmet, aztán azóta nagy csend lett ebből. Tehát, hogy mi ez? Ezzel az ügyel kapcsolatban. Ezzel az ügyel kapcsolatban. Tehát nézzük, a rendőrség, ugye az NN-i látókörében vannak ezek az emberek, elhatározzák, hogy augusztus 20-21-re virradó éjszaka őket elfogják a Perényi egyben. Magyarul rákészülnek. Előtte egy héttel már figyelték őket, hiszen hogy nem, a közterületi kamerákat nem, felvételeit nem kaptuk meg, mert hogy elromlottak. Hát dehogy romlottak el, ott a figyelők ott álltak, hogy nehogy megtudjuk, hogy milyen rendszermonitorban hogyan dolgoztak. Kit érdekel? Nem ez volt a lényeg. Kimennek. Tudják, hogy ez a helyiség hogy néz ki, tudják, hogy hány szobából áll, hány nagy részből áll. Kimennek úgy, hogy nem visznek elegendő
kamerafelvételt, nincs elég nyombiztosító. Nincs elég olyan ember, aki, hogy úgy mondjam, én vagyok a helyeken, én vagyok a főnök, én, aki a lenti részt irányítom, én, aki a fenti részt irányítom. Kicsit olyan káoszkapitány uralkodik a helyszínen. Aztán napközben ugye mennek tovább, és eljutnak Dombos tanyára, ahol a van egy tanyája. És ezen a tanyán van egy kis ház, van egy verem, és mi is csak a tárgyaláson szembesültünk vele, hogy nézzük a szemle fotót, vagy a bocsánat, a videót, és egyszer csak egy ilyen hang, hogy ott van két ilyen katonai láda, vagy műanyag láda. Amit ugye a felvétel alapján kiemelnek a veremből, kiteszik, zárva van mind a kettő, majd ezt csak megszólal egy hang, hogy na, abban lesz, amit kerestek. Hogyan? Tehát röntgenszeme van az embernek? Vagy honnan tudja? És akkor utána derül ki, hogy kijönnek, pontosabban ezt megelőzően, ugye a veremben látják a két ládát, kihívják a tűzszerészeket, idáig ez szakszerű, rendben van. Kijönnek a tűzszerészek, kiemelik a két ládát, ők tényleg szabályosan, szakmai előírásokat betartva megnézik a két ládának a tartalmát, kicsomagolják őket, megnézik, hogy fegyver, nem fegyver, lőszer, nem lőszer, éles, nem lőszer, lőszer, robban, nem robban. Majd amikor ők elvégezték a vizsgálatukat, akkor szólnak a bizottság vezetőnek, hogy mi végeztünk. Ehhez képest nem az kerül a szemlébe, hogy itt voltak a tűzszerészek, ezt az állapotot vették át, ezt az állapotot hagyták itt, nem? Hanem azt mondják, hogy hát akkor csomagoljátok vissza őket, amit a ládába találtatok, hogy megtaláljuk őket. És könyörgöm, pont ugyanúgy csomagolták vissza, pont ugyanabba a ládába, pont ugyanabba a dologba csomagolták vissza. Mi ezt szóvá tettük, de így le lettünk söpörve, hogy biztos szép volt, biztos jó volt, mert ugye ott a ládában talán egy ilyen régi fegyver, vagy nem tudom milyen zacskó, megtalálták például a Kis Árpádnak az ülenyomatát. Fontos bizonyíték, de azért ezt... Rendőrség ízére, hogy került el az ülenyomata. Oké, tehát ne vitatkozzunk azon, András, hogy ott volt, de nem volt szabályosan rögzítve. Uh-huh. És akkor még ugyanezen a napon, ugye mivel ez a Dombos tanya a tulajdona volt, törvény szerint ő volt ott a házkutatást, vagy a szemlét elszenvedő fél. Ezzel egy időben párhuzamosan a van egy edzőkönyv, kihallgatják hajtóbeszörményben tanúként. Hogy van ez a kettő? Egy időben két helyen 60 kilométerre egymástól? Jegyzőkönyvileg? És erre azt a választ kaptuk, hogy elírás. Vagy szintén Dombostanyán ott van egy, oda hívnak egy hatósági tanút a szomszédból, saját elmondása szerint azt hiszem 4 vagy 5 sört, meg ugyanennyi felest megiszik, és azt látod a szemlé jegyzőkönyvben, hogy a jó ember ott hortyog egy megyfa vagy körtefa alatt, aki ugye azért van ott hatósági tanú, hogy igazolja törvény szerint, hogy a rendőrök mennyire szakszerűen mit és hogyan jártak el. Alapvető kérdések ezek. Aztán amikor ugyanez fegyverszakértő, ugye nagyon nem mindegy, hogy melyik helyszínen, melyik puskát használták, hogy lőtték ki, stb. És a tárgyaláson derül ki, hogy ugye mindig, ahogy fejlődik az ügy, mindig küldik be a helyszínekről a sörítes lőszert, a töltényhüvelyt küldik be a éles fegyvereknek a töltényhüvelyeit, és ezt egy ládába gyűjtik. És a végén maga a fegyverszakértő mondja meg, hogy hát én nem tudom, hogy melyik helyszínről melyik töltényhüvely van. Hogy van ez? És ez törvényes. És ez jó. És én erre mondom azt, hogy amit az elején is mondtam neked, hogy bocsánat, de hol van itt a tisztességes eljárás? Megcsinálta? Megcsinálta. Büntessék meg? Büntessék meg. De úgy is olyan formán, hogy abba ne lehessen belekötni. Zsolt, hogyha még itt az eredetén a helyszínelési nyomozati szakról beszélünk, ugye ami egészen legendássá vált, az ugye a Tatár-Szentgyörgyi. A Tatár-Szentgyörgyi helyszínelésről te mondjuk így védőként mit mondanál?
Őszintén? Őszintén. Mint volt rendőrként is mondom ezt, irultam, mint ahogy Bárándi György nagyra becsült kollégám mondta annó ugye bizonyos ügyek kapcsán, hogy pirul az arcom. Hát nekem is, nekem volt olyan, hogy egyszerűen elment a kedvem a kérdezéstől. Tehát, hogy amikor, és most függetlenítsünk el, hogy ki követte el, vagy mi követte el. Tehát amikor egy olyan bűncselekmény történik, hogy rágyújtanak egy családra egy házat, a családfő ölbe hozza ki a kisgyerekét, és lelövik őket, mint azt a négylábú állatot, mint a kutyát, igen, akkor az ember elgondolkodik. És akkor, amikor szembesülsz azzal, hogy kimennek a rendőrök, tűzoltók, és kiderül a tárgyaláson, hogy a helyi tűzoltó parancsnok, aki egyébként magánéletben, civil életben vadász, tehát már látott golyós fegyvert, látott sörítes fegyvert. Ott mutatják nekik az öregék, csorbáik, hogy ez esett ki a gyerekből. Nem foglalkoznak vele. Ott van még a helyszínen ugye mind a két ember, aki meg van lőve. Nem foglalkoznak vele. Azt mondja, hogy a falról leesett a gipszkartonból a szög, és az ütötte, vagy az ölte meg őket. Meg egyébként is, ez biztos biztosítási csalás, mert a környéken ez már vagy a 9.-10. Tehát így álltak hozzá. A helyi rendőrök is, amikor kimennek, szakmaiból adódóan lőtt sérülést biztos, hogy láttak már. Kimegy az aktuális ott lévő orvosnő, aki lefolytat egy olyan halott szemlét, hogy kiderül, hogy nem ő diktálja le a halott szemle jegyzőkönyvet, hanem a tűzoltó parancsnok. Ez a tárgyaláson derül ki. Hát megkérdeztem ettől a hölgytől, hogy tessék mondani, mondja már meg nekem, hogy tanult-e az orvosi egyetemen igazságügyi orvosnak. Igen, tanult. Jó. Van, akkor mondja már meg nekem, hogy egy halott szemle megtartásának mi a célja? Ez egy olyan kérdés, amit gyerekkorban te is, én is megkaptam, hogy na, hány évig tartott a 100 éves háború? Tehát ez valami ilyen szintű abnormális kérdés, és talán azt mondja, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy mi a célja egy halott szemle megtartásának, na onnantól kezdve van kedved kérdezni bármit is? Nincs. Egyetlen egy ember volt ott a Tatár-Szentgyörgyi esettel kapcsolatban, egy helyi, dabasi, talán szemlebizottságban dolgozó rendőr, aki utána le is szeret, mert azt mondta, hogy ez, tehát őnek ez, majdnem mondtam egy szépet, sok volt, hogy mennyire elbaltázott volt ez az egész. És akkor vegyük figyelembe ugye azt, hogy kimennek, eladják a tüzet, nem foglalkoznak vele, levonulnak, nem biztosítják a helyszínt, összemászkálják a helyszínt, ami természetes, majd reggel, ugye amikor bekerülnek a helyi halottas házba, és bemegy a helyi, nem tudom én kicsit, az fogja a fejét, hogy úristen, hát itt ezek lőtt sérülések, és menjetek már vissza, mire visszamennek, addigra szét van mászkálva, találnak töltényhüvelyeket. Igen. Össze-vissza van mászkálva, találnak töltényhüvelyeket, az egyik bele van süppedve a hóba, a másik nincsen bele süppedve a hóba, ugye, hogy most forró volt, azért ment bele, tényleg ott találták meg őket, nem ott találták meg őket. Szóval egyszerűen felháborító, felháborító, és ezt mondom védőügyvédként is, hogy gondolj bele, én azt szoktam mindig mondani, hogy valakit azért mentenek föl, vagy szüntetnek meg vele szembe egy eljárás, mert mindent megtettünk, abban nincs hiba. De hogyha valakit azért mentenek föl, mert egyszerűen mondjuk úgy nagyfiúsan csináltak dolgokat. Nekem most két hete volt egy ugyanilyen ügyem, az eljáró bírónő azt pajtékzotta a tárgyaló terembe, hogy lehet ilyen trehány munkát végezni. Mindegy, nem ide tartozik. Csak hogy, és itt ugye ennek az is volt a tétje, hogy mert ez egy nagyon nyomszegény hely volt egyébként, az egy más dolog, hogy a bíró mennyire izzadt vért és mennyire végezte a munkáját, és vette át a helyét az ügyészségnek, a rendőrségnek, de azért ez, mondom, vérlázító volt. Zsolt, amikor a per technikátokat, per taktikátokat figyelgettem ott bent az elsőfokú tárgyalás idején, akkor a védelt szereg nagyon erős
erősen a hemogenetikai szakértőre koncentrált, vagy valami szempárdának hívták. Igen. Na most az van a kérdésem, hogy valójában ez egy tudatos stratégia volt-e a részéről arra, hogy az öccsére irányítsa a dolgot, hiszen az ő kettőjük DNS-ének nyilván van valamiféle nagyobb közös halmaza. Nem tudom, hogy ekkor az Árpádban volt-e már ilyen fajta tudatosság. Nem tudom. Én azt tudom, hogy mi az elején megbeszéltünk ezzel kapcsolatban egy taktikát, aminek védőbeszédemben helyt is el is mondtam, az a következő volt, hogy amikor a kiséket elfogják a Perényi egybe, hajnal 6 órakor mind a kettőnek leveszik, vagy mind a háromnak, négyüknek leveszik a DNS mintáját. Most csak egy kicsit jogászkodok, hogy mindenki számára ez érthető legyen. A magyar jog olyan, hogy addig, amíg veled szemben a megalapozott gyanút nem közlik, addig nem élnek a terhelti, gyanúsítotti jogaid. Van egy elfogás, elfogják őket reggel 6-kor, nyál, mint a levétel, autóba, és reggel 9 órakor közlik velük a megalapozott gyanút. Van 3 óra, ami igazándiból a magyar törvények nem szabályozzák. Hogyha valakit előállítanak bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt, ez 12 óra lehet összesen, ez a 12 óra lóg. Ez ellen nem lérhetsz panasszal, ez a 12 óra alatt, te se nem vagy gyanúsított, se nem vagy tanú, egy előállított személy vagy. De a törvény szerint kell, hogy legyenek jogaid. Amikor leveszik tőlük a nyálmintát, akkor a kisékkel törvény szerint közölni kellett volna, hogy hozzájárulsz a nyálmintalevételhez. Vagy igen, vagy nem. Ha hozzájárul, így járt. Ha azt mondja, hogy nem, akkor nem vehették volna le. Tehát törvénysértően vették le a nyálmintát, nem csak az Árpádtól, mindenkit ott a helyszínen. És ez azért is lényeges, mert ugye másnap, 22-én, már az akkori főkapitány kiáll, hogy DNS minta azonosítva, megvannak, ők vannak, lobogtat valami papírt. A másik oldalát ehhez azt kell tudni, hogy nálunk akkor, hogyha beviszel egy DNS mintát, és ezt maga Pádár Zsolt is megerősítette, meg a Lászik nevű szakértő úr is megerősítette, hogy Magyarországon, ha bevisznek egy mintát, és elkezdik megvizsgálni, az 24-48 óra, tehát nem olyan, mint a NCIS helyszínelők a filmen, hogy bevisz és 10 perc múlva kidobja, hogy Joe az elkövető, tehát nem. Ennek van egy ideje. És azért érdekes, mert hogyha megnézzük az időt, hogy reggel 6-kor leveszik, és még 24 órán belül már lobogtatnak egy papírt, hogy van szakértő véleményem, akkor nem ott vették le azt a 6 órai mintát. Tudjuk, hogy nem akkor vették le, hanem korábban egy már lévő nem nyílt eljárás során szerezték meg a rendőrök a DNS mintát. Nekem volt ilyen ügyem, amit utána felhasználtak, mert hogyha ezt nyíltá teszik, és felmerik vállalni, hogy igen, mi már egy hete, két hete figyeltük őket, és ennek keretében ilyen-olyan anyagmaradványokat, testszőrt, nyálmintát, mindent, új lenyomatot megszereztünk, és ezt bírói engedélyhez kötöttem, végezték, és ezt nyíltá teszik, akkor fel lehet használni. Nekem volt ilyen ügyem. Nincs ezzel semmi gond. Csak ezt nem tették meg. És ugye ott volt az, hogy törvény, tehát olyan időbe vették le a DNS-t, ami egy ellógó idő, ahol a kis mondhatta volna azt, hogy nem járulok hozzá. Volt egy olyan gyors, elkészült szakvélemény, amit egyébként nem tudtak bizonyítani egyáltalán a Pádár Zsolt, minden tiszteletem az övé, hogy bent járt volna, mert összem ez egy vasárnapi nap volt, a szakértői intézetbe, nem volt ilyen, tehát már jóval előtte elkészült ez. Én ezt megbeszéltem az Árpáddal, meg a többiekkel, hogy akkor erről most szájzár, nem beszélünk, mert ez fontos dolog, ez olyan időben beszerzett bizonyíték, amivel tudunk operálni, hogy zárja ki a bíró. És már ugye a sokadik tárgyaláson, nem megbántva őket, ezt fölhánytorgatták. Na, ezt nem kellett volna, mert akkor Missouri bíró mit csinál? Jó, kérem szépen, akkor most levesszük, újra megcsináljuk, és törvényessé tesszük azt, amit nem tett, ami nem volt törvényes. De,
Ennyi. Tehát ők csinált, tehát saját maguk ellen dolgoztak azzal, hogy ezt előhozták. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Most az ennyi. Tehát a vége felé már, és mondom, nem bántom őt, mert nem tisztán félretes nesék, mert amiket megbeszéltünk, sokszor úgy éreztem, hogy nem úgy, vagy nem afféleképpen tartja magát ahhoz, amit megbeszéltünk, hogy vannak olyan dolgok, amiről védőként azt mondom, hogy hallgassunk. Bocs, ha egyszer rendőrség, bíróság hibázott, hát nem fogom fölhívni erre figyelni. Ez a védő munka. Hogy majd ezt az ő hibáit próbálom törvényes keretek között kihasználni, felhasználni. Ebben semmi kivetni való nincsen. De ha fölhívom rá figyelmet, és van mód és lehetőség, ugye olyan eljárási hiba, amit tudok orvosolni, akkor jogszerű lesz. Tehát ilyen a magyar jog. Tehát nem az van, mint Amerikában, amit látunk, ugye ilyen esetben akkor kizárják az egész DNS mintát, és minden, ami ezzel kapcsolatos, az kuka és felejtő. Nem. Nálunk a kontinentális jogban ezt lehet orvosolni még az eljárás során. Ha erre fölhívjuk a figyelmet. Hogyha a Mészöri bíró neve szóba került, akkor azt gondolom, hogy érdemes volna, hogy te beszéltünk most már a nyomozati hiányosságokról. Ugye te nyilatkoztál olyat, hogy a Magyar Igazságos Szolgáltatás állatorvosi lova volt ez az eljárás. Belemennél ennek a részleteibe? Az előbb, ugye, amit az előbb beszéltünk, hogy nyomozás során milyen hibák voltak. Aztán maga az elsőfokú eljárásban is voltak olyan hibák, mai napig tartom ezt, hogy nem lett volna szabad így eljárni. Mire gondolok? Videó felvétellel bizonyítottuk, hogy amikor a Kis Árpádot meg a Kis Istvánt először kihallgatja a bíró, nem volt bent a negyedrendű vádlottnak a védője. Egy 20 percig nem volt benne a tárgyalóteremben. És a törvény azt mondja, kötelező védelem esetén bent kell lenni a védőnek. Erről szájzár, csöndbe voltunk, nem beszélünk. Pedig még, ha megnézed a videófelvételt, még szólunk is a Missouri bírónak, hogy elnézést, mi védők szólunk, hogy nincs benne a negyedrendű védője. Nem érdekel, ez nem kihallgatás. Hát mi nem az. És most megint egy kicsit jogászkodok. Addig, amíg fölveszi a személyes adatot, a törvény szerint az nem kihallgatás. De onnantól kezdve, hogy figyelmeztet téged a jogaidra, kötelezettségeidre, onnantól kezdve már kihallgatás, és onnantól kezdve a védőnek ott kell lennie. Mindenkinek, akinek kötelező a védelem. Ugye ezt fölhánytorgattuk, felhívtuk erre a másodfokú bírósági ítélőtábla figyelmét, ők korrekt módon le is játszották ezt a felvételt, majd utána azt mondták, hogy minden szép és minden jó, különben is volt 164 tárgyalási nap, miért nem szóltunk? Bocs, nem az én dolgom. Az a bírónak a feladata, hogy a törvényességet betartsa. És én talán az elsőfokú védőbeszédemben, vagy a másodfokon mondtam azt, hogy egy bírónak nem az a feladata elsődlegesen, hogy ítéletet hozzon. Bocs, itt körülöttünk bárki tud ítéletet hozni. Most a szó hétköznapi értelmében. A bírónak az a legnagyobb feladata, hogy megnézze, hogy azok a bizonyítékok, amiket benyújt az ügyészség, rendőrség vagy a védelem, azok törvényesen kerültek ebbe a bizonyítási eljárásba, törvényesen lettek-e beszerezve. Ez a legfontosabb feladata. A második legfontosabb feladata, hogy utána értékelje ezeket a bizonyítékokat, azt majd ebből a harmadik feladata az, hogy hozzon egy ítéletet. Elítél, felment, stb. Tehát, hogy folytassam tovább. Ugyanúgy a bírónak például ezeket az anomáliákat mi felhívtuk a figyelmet. Mondja már meg, 2009. augusztus 21-én a Dombostanyán volt-e, vagy nem tudom, 60 kilométerre alé. Elírás. Aztán ugyanez fegyverszakértő. Leír, hogy csak mondok valamit, SNB fenékjelű töltényhüvelyt vizsgáltam meg. Az kiderül, hogy nem is SNB, bocsánat, most nem tudom szó szerint mondani, de egy mondjam, AB fenékjelű töltényhüvely. És akkor olyan elírás. Minden elírás. És akkor ezen poénkodtunk ott védők, hogy majd egy ügyfelem kap 10 év börtönt vagy fegyházat, akkor másodfokon azzal fogok védekezni, hogy bocs, de elírás. Mert véletlenül egy nullával többet írtak hozzá. Ez nem ilyen egyszerű. Meg nem lehet mindent ezzel lesöpörni az asztalról.
Tiszalök. Papír van róla, hogy kimegyünk azért, hogy a bíróság elrendel egy fegyverszakértői szemlét. A szemle az egy olyan eljárási cselekmény, amelyen a védő jelen lehet. Vagy jelen vagyok, vagy nem. Kimegyünk, elkezdődik a szakértői szemle. Ugye ott a megfelelő szakemberek elkezdenek dolgozni, honnan jött a lövés, hány méter, stb. Majd egyszer csak a bíró úr azt mondja, jó, akkor addig elmegyünk tanukat kihallgatni. De a tanú kihallgatáson is jelen lehetek. A helyszíni kihallgatáson. Tehát két eljárási cselekmény van egy időben, amin mind a kettőn jelen lehetek. Ha én mind a kettő jelen akarok lenni, akkor melyiken nem vagyok ott? És én azért nem tudok ott lenni, mert nem azért, mert nem akarok, hanem mert nem tudok fizikailag ott lenni. Ezt szóvá tettük ugyanúgy a másodfokon. Törvényes. Aztán kisléta, az utolsó eset. Azt mondja, hogy ő elmegy, és ki, egyes bíróként, kiküldött bíróként meghallgatja a pótor tímeát. Mi ma jeleztük, hogy tényleg nem akarunk ott lenni, hát minden tiszteletünk ezért a kislányért. Most nem, hallgassa meg, nyugodtan elfogadjuk, hogy ez a kislány mit fog mondani, nem akarunk tőle mit kérdezni, megértjük az ő problémáját, az ő pszichés állapotát, nem leszünk ott. Megvan a kihallgatás, levetíti a bíró úr, majd egyszer csak várt a kamera, hát akkor megnézzük a kislétai házat, és tartok egy bírói szemlét. Hát a bírói szemlében már ott lehettem volna. Lehettek volna észrevételeim, kérdéseim. De megoldhattuk volna azt, hogy azt mondja a bíró úr, hogy jó kollégák, mi most ide bemegyünk ebbe a házba, és itt meghallgatjuk. Jó, vagy mi addig a szomszéd faluba várakozunk, vagy bármi egyéb, tehát meg lehetett volna mondani, de a szemlén ott lehettünk volna. Nem is értesített róla semmit az ég ott a világon. Akkor, és ez törvényes. És lehetne még ilyen kisebb-nagyobb apró dolgokat sorolni. Tehát ebbe, András, az a lényeg ebbe, amit mondtam, hogy a demokrácia fokmérője az, hogy mennyire tisztességesen és törvényesen járok el egy ügybe, és nem az a lényeg, és most itt tudom, erős szavak, amiket mondok, de amikor azt érzékelem, és nem csak ebbe az ügybe, hanem más ügybe is, épp tegnap előtti napon is, hogy a másod vagy harmadfokú eljárások során próbálják, erős kifejezés, amit mondok, félrejtésnesség, tisztára mosni azokat az eljárási hibákat, amit nem lehetne. Ezért mondtam én azt, talán a másod, vagy inkább a harmadfokú eljárás során, hogy Magyarországon jelenleg a büntető eljárásban Albert Einstein születésnapja az egy mérföldkő. Hát hiszen a relativit, most nagyon furcsa, amit mondom, ugye a relativitás elmélet. Miért? Hogy az abszolút eljárási hibákból csináltunk relatív eljárási szabálysértéseket. És az abszolút azt jelenti, hogy nincs appelláta, ott újra kell kezdeni, újra meg kell csinálni az egészet. Tehát relativizáltuk az egészet, és innentől kezdve nagyon nehéz a védő kollégák feladata bármilyen ügybe eljárni. Nem csak ebbe. És ez egy jó mérföldkő lett volna ebben az ügyben, hogyha kimeri mondani akár a missouri bíró úr, akár a ítélőtábla vagy a kúria, hogy bocsánat, eddig és ne tovább, mert a nyomozóhatóság most már, vagy akár ebbe az ügybe is, ez egy nagyon jó megerősítés volt nekik arra, hogy bátran hibázhatunk. És ez a hiba alatt most én a törvény sértő eljárást, vagy a szakszerűtlen eljárást értem. Bátran hibázhatunk, mert majd a bíró úgyis helyrehozza. Hiszen mi van a büntetőjárási törvényben? Hogy a bírónak tisztázni kell a tényállást. És hogy tisztáznom kell a tényállást nekem, mint bírónak, akkor mondd meg nekem azt, hogy hol van az a vékony mezsgye, az a határ, ahol én a tisztázom a tényállást, vagy már átmegyek ügyészbe. Nem érzed azt, hogy a nyomozó hatóságoknak a nagyon, hát hogy mondjam, slampos munkája kényszerítette a missouri bírót arra, hogy egyfajta magyar jogrendszerben ugye nem létező vizsgáló bíróként lépjen fel? De.
De egy bírónak nem ez lenne a feladata alapvetően. Nem ez lenne a feladata. És ő ebben maximálisan partner volt, és ezt nem bántásként mondom, de ugyanakkor meg megtette azt, amit le is írt az első fokú ítéletbe, ugye, hogy ha én ezt és ezt a neme bizonyítom, akkor nem tudom tényállás elemévé tenni azt, hogy az elfogás előtt a Kis Árpádék a Perényi egybe bizonyos dolgokat megpróbáltak eltüntetni. Mire gondolok? Ugye a Kis Árpádékat lehallgatták. És mikor talán ez kiderült? Hát szerintem az elfogás előtt egy olyan 2-3 héttel már hallgatták őket. Júliustól. Valahogy úgy. És lényeg az, hogy ugye azt mondja a törvény, hogy ugye amikor van egy titkos, akkor még titkos információszerzés vagy adatszerzés, vagy akár most is, azt a vádemelésig kell nyíltá tenni. Ez az ügyésznek a hálás-hálátlan feladata. Ehhez képest a bíró úr ugye fogta magát, és egy szép hétfői napon mondta, hogy hát akkor én, mint bíró, nyíltá tettem bizonyos telefon lehallgatásokat, amit a nyomozás során nem tettek nyíltá. Egyrészt ő ebből szemezgetett, őnek erre joga nem volt, hozzáteszem, ezt korrekt módon ítélte el a fővárosi ítélőtábla, és azt mondta, hogy ezt nem lehet megtenni. És ugye erre mondtam én azt, hogy ez szintén egy nagyon-nagyon kétélű fegyver, hogy amikor van egy titkos információt és adatszerzés, vagy most leplezett eszközök beszerzése, akkor ugye most képletesen szóval lehallgatnak téged, engem, telefonjainkat, akkor elindítanak egy felvevő gombot, és minden beszélgetésedet rögzítik. Amit anyukáddal, apukáddal, feleséged, a gyerekeid, mindent. De, és ez a mai napig úgy van, hogy ezt rögzíti a megfelelő hatóság, majd már egy kicsit ő is szemezget belőle, aztán elküldi annak ügyészségnek, rendőrségnek, aki ezt kérte, ők tovább szemezgetnek belőle, hogy mi az, amit nyíltá tesznek, és amit nem tesznek nyíltá, azt vagy törlik, vagy onnantól kezdve ezt nem lehet felhasználni. Uh-huh. És magyarul, ezt azt hiszem a Népszabadságban nyilatkoztam, most is elmondom, most gondolj bele, ketten megbeszéljük azt, hogy elmegyünk, megöljük Mari nénit a falu végén. Te még benne is vagy. Oké, Zsolt, menjünk, csináljuk. Vagy egy óra múlva engem visszahívsz, hogy normális vagy? Nem megyek sehova. És valaki megöli Marika nénit. És csak az első beszélgetést teszik nyíltá. Szerinted ott ülsz mellettem a padon? Gondolnám, igen. És hiába bizonygatjuk, hogy van egy második beszélgetés, látják ugye azt, hogy hát egy órával később megint beszélgetett a Bérdi Zsolt meg az András, de nem teszik nyíltá. Nem lehet felhasználni. És ez mai napig így van, és azért, hogyha meg, és ezt már csomószor mondtuk mi védők, hogy miért ne nézhetnénk, hallgathatnánk bele bizonyos törvényi garanciák között ezekbe a megszerzett adatokba, mert lehet, hogy van olyan lehallgatás, ami a védelemnek fontos. Lehet. Lehet. Miért ne tehetnénk ezt meg, vagy akkor tegyék az egészet úgymond nyíltá. Miért nem? Ez szintén egy ilyen hiba például ebben az eljárásban. De visszatérve a bíró úrnak a... Igen, tehát hogy az volt már kérdésem, igen, hogy a bíró szerinted, ugye én más forrásokból is úgy tudom, hogy hát ugye a Misszorinak van egyfajta ilyen egófókusza, és szeret közönségnek játszani, hogy ugye ott a Hajdú Eszter folyamatosan vette ugye az egész eljárást, hogy vajon mennyire játszott ő egy közönségnek, a kamerának, és mennyiben volt ugye nem járt jól, hogyha valaki megnézte az Ítélet Magyarországon című filmet, de hogy mennyiben volt az, hogy egy ilyen önépítése volt a bírónak, vagy pedig hát egy korrekt eljárást akart csinálni úgy, hogy előtte egy nagyon szutyok nyomozat volt. A következőt tudom elmondani, és tényleg tisztelettel vagyok a Misszori bíró úr iránt, mert akár ezen ügy kapcsán is nagyon sokat tanultam tőle. Például alapvetően az, hogy készülj fel a tárgyalásra, pont.
Ez egyik. Az, hogy hogyan, mi módon vezette a tárgyalást, ezt tisztelettel nem feltétlenül kommentálnám. Mert nem. De ugyanakkor azért voltak közöttünk konfliktusok így a tárgyalás során, és hogyha megnézed a tárgyalás elejét, akkor még sokkal visszafogottabb volt. Aztán valahogy belelendült. És ennek kapcsán én azt mondom róla, hogy ő egy tökéletességre törekvő ember, aki nagyon nehezen tudta azt akceptálni, hogy vannak olyan emberek, akik nem rendelkeznek akkora intelligenciával, szókincsel és legfőképpen büntetőjogi, akár anyagi jogi vagy eljárásjogi ismeretekkel, mint ő. Tehát képes volt összeveszni tényleg olyan, így mondom, egyszerű emberekkel, akik hát most nem megbántva olyan 1500-2000 szavas szókincsel rendelkeztek. És képes volt őket kioktatni. Képes volt olyan dolgokat mondani nekik, amiket láttad rajtuk, hogy nem értik a szavakat. Tehát nem értettem ennek igazándiból az értelmét. Azt hitte, hogy mindenkinek olyan fotografikus agya van, hogy tétre, helyre, befutóra el tudja mondani, hogy mit élt át. Nem. Csak egy klasszikus példa, hogy valamelyik tanú mondja, hogy feküdtünk a páros ágyon. Ez nem páros ágy, francia ágy. Hát most szegény azt se tudta, hogy mi az, hogy francia ágy. És képes volt ezért, idézőben mondom, veszekedni vele. Ugyanígy velünk is volt csatározása, nem kicsit, nem nagyon, aztán eljutottunk oda, hogy én egyszer megmondtam neki, hogyha valami nem tetszik az én tevékenységemmel kapcsolatban, akkor nyugodtan jelentse fel az ügyvédi kamaránál, meg ne tessék engem fenyegetni a tárgyalótermen kívül. Ennek az apropója az volt, hogy visszatérve, hogy a rendőrség, ez abból indult ki. Ugye Kis Árpád ül letartóztatásba. És egy ilyen fontos ügybe a rendőrség nem figyel arra, hogy a Kis Árpád kivel hogyan kér kapcsolattartást. Ő kiadja a papírt, hogy ezen is ezen a telefonszámon szeretnék kapcsolatot tartani az édesanyámmal. Aztán utóbb kiderül, hogy ez a telefonszám nem a édesanyánál van, hanem a... És nem titok, én a nyomozás végén nem egyszer, nem kétszer beszéltem telefonon. Sőt, még személyesen is beszéltem, de ezt nem, el is mondtam a bírónak. Nem az a lényeg, hogy én beszéltem vele, hanem az, hogy mit beszéltem vele. És lényeg az, hogy ez ugye kiderül már a tárgyalási szakba, és a bíró úr lekéri ennek a telefonszámnak a hívás listáját, és hát kiderül, hogy mit tudom én, Kis Árpád beszél ezzel a telefonnal, majd lehet, hogy előtte, utána beszél ez a telefonszám, ugye velem is. Oké. De ami már nekem nem tetszett, hogy ezek után lekérte még az én telefonhívás listámat is egy 3 hónapra. Mindegy, nem érdekes. És ebből lett egy olyan kihallgatás. Nem én voltam ott, hanem akkor pont a kolléganőm helyettesített, hogy lényegében majdnem keresztre feszítette, hogy vallja be, hogy kvázi ilyen instrukciókat kapott tőlem, vagy nem tudom én micsoda, tehát hogy valamilyen nagyon elvtelen, törvénytelen dolog lett volna. És amikor én leváltottam a kolléganőt, akkor én ezt szóvá tettem neki, hogy amit az előbb elmondtam, hogy igen, beszéltem vele, nem titok. Az a lényeg, hogy mit beszéltem, és egyébként a törvény nem tiltja, hogy én tanukkal, vagy bárki mással beszéljek. Ezzel ő nagyon, mondjuk úgy, felháborodott. Ennyi. Eltelt X idő, és valami bizonyítás felvételen megint ott egy picit úgy szópárbajba kerültünk a tárgyalás végén. Vége volt a tárgyalásnak, majd kiment mindenki a tárgyalóteremből, és úgy nekem szögezte, hogy vegyem tudomásul, hogy föl fog engem jelenteni, meg ezt csinál, meg azt sem is. És a következő tárgyaláson én ezt szóba tettem meg, hogy ne tessék engem fenyegetni, tanácselnök úr, hogyha bármi olyan gondja van, ami az én tevékenységemmel kapcsolatban törvénysértő, etikátlan, bármi, akkor tegye meg a szükséges jogi lépéseket. És ezt megtette
plusz 3 hónappal később írt a kamarának, hogy hát én, mint védő, miért beszélgetek, vagy miért tartottam a kapcsolatot egy tanú valaki, az én tudomásom szerint akkor a Kis Árpádnak az élettársa volt. És a kamara meg visszaírta, hogy mi a kérdés. Mert egyébként miért ne lehetne, és a törvény ezt engedi. Akkor utána azon idézőjelben mondom, veszekedtünk, nem csak én, hanem a Balázsi Bence kollégával, hogy mi a Bencével, hát ugye ő védte akkor a Kis Árpádot, és hát hogy közös védekezési taktikát alakítottunk ki. És akkor a bíró nekünk esett, hogy hát, hogy lehet ez, hogy közös védekezési taktika, meg miért nem, meg ezt nem szabad, meg kizár minket az ügyből. És akkor mondtuk neki, hogy bíró úr, lehet. Sőt, ügyvédi etikai kódex megkívánja, hogyha nekem az ügyfél azt mondja, hogy akár az ellenérdekű féllel vegyem fel a kapcsolatot, ügyvéddel, akkor fel kell vennem. Én akkor vétek, hogyha nem teszem meg, hogyha nem teszem meg az ügyfél akaratát. Persze, egy bizonyos törvényi, jogszabályi keretek között. És akkor eljutottunk oda, hogy ezt megmutattuk neki, hogy hát mi nem ellene vagyunk, de most ehhez kapcsolatban, hogy ügyvédi etikaig az ember meddig megy el, nekem volt olyan, mondjuk így, beadványa a Kis Árpádnak, amit a kezembe nyomott, és lényeg az, hogy amikor a kezembe nyomta ezt a beadványt, én elolvastam, én megmondtam neki, hogy egy, nem adom be, kettő, de ha ő beadja, én azonnal kérem a felmentésemet. Mert olyan tartalmú volt, amit nem lehet egy ügyvédnek semmilyen szinten felvállalnia. Tehát olyan tartalmú beadvány volt, erről nem beszélnék, amire azt mondtam, hogy nem, ehhez nem adom a nevem. Tehát azért az ember tudja, hogy hol a határ. Szóval visszatérve még, bocsánat, még a bíró úrra, hogy igen, ő egy ilyen típusú pervezetést valósított meg, amire azt mondom, hogy nem ilyen a magyar átlag, félreértés ne essék. Tehát nem ilyen. Az, hogy most ebből a nagyvilág felé mi ment ki, az én azzal nem kívánok foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy ő próbált megtenni mindent, próbált törvényes keretek között, sőt, vagy amit az előbb mondtam, egy picit törvényt is túllépve helyrehozni azt, amit a rendőrség nem jól vagy nem szakszerűen végzett el. Van, amit ő megtehetett. Tehát, hogyha ugye ezt hívják, hogy relatív eljárási szabályszegés. Tehát, hogyha valamit a rendőrség elrontott, és azt még lehet orvosolni az elsőfokú eljárás során, és ezt megteszi, akkor törvényes lesz a bizonyíték. De amikor már azt látjuk, hogy olyat próbál meg orvosolni, amit nem lehet, és belemegy, lásd, telefonlehallgatásoknak a nyílt áttétele, amit ő tesz meg, és leírja az ítéletbe, hogy ha én ezt nem bizonyítom, hogy bírónak nem az a feladat, hogy bizonyítson, hanem az, hogy amit az előbb mondtam, hogy vizsgáljék a bizonyítékokat, és az alapján hozzon ítéletet. Elhozott többször itt ugye van erre, igen, aki hát ugye kulcsfontosságú szereplője volt ennek a dolognak. Egyrészt ugye ő is elmondja akkori média interjúban, hogy hát amikor őt bevitték az Aradiba, akkor még azért nem volt abban biztos, hogy nem gyanúsított lesz esetleg későbbi vádlott, hanem ő volt az úgynevezett koronatanú. Te hogyan látod a szerepét, illetve mit gondolsz arról, hogy aztán utána ő letöltendő börtönbüntetést kapott hamis tanúzásért? Szerintem azt az ügyet én csak úgy táborról figyeltem. Én őszintén mondom, hogy indokolatlan volt letöltendő szabadságvesztést adni a mert nézzük meg, hogy 19 vagy 20 napon keresztül hallgatták őt meg. Ember nincs a talpán, aki egy megélt eseményt 19-szer, 20-szor, 21-szer ugyanúgy mondja el. Ez az egyik. Azt, hogy ő adott esetben mi sejthetett arról, hogy körülötte mi zajlik, annak nincs büntető jogi relevanciája. Én túlzónak tartom egyébként, amit beletörtént. A másik pedig, hogyha valaki látta, vagy beszélt, én beszéltem vele, még a tárgyalás előtt, többször.
nem megbántva őt, de távolságtartó magatartást tanúsítottam vele szembe, mert úgy ítéltem meg a személyiségét, hogy nem tudok vele én sem úgy zöldágra vergődni, nem tudom érted, amit mondani akarok. Tehát, hogy éreztem benne azt a fajta... Konfabulatív. Igen. Van egy rossz órá, hebrencs, vagy nem hebrencs, hanem tudod, az a nem lehet... Utolja a biciklit. Igen. És igazándiból én azt mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, de nem. Tehát nem azért az ember bármit is akarja tőle. A másik pedig, hogy ő nem tudta azt, hogy most mi lesz vele, hogy lesz vele. Ugye a fülénél fogva egyszer hideg vízbe, forró vízbe mártották. Ezt el tudom képzelni, ezt lehet. Csak, és amikor elmondja például azt, hogy a tárgyaláson, hogy kérem szépen, amikor ez az egész dolog történik, és valami házkutatás van, és ott vagyok, és el kell mennem WC-re, kis dolgot elvégezni, és azt mondja, hogy bemegyek, majd csak kinyitják az ajtót, és egy velem szembe álló emberre szembe kell elvégezni a kis dolgomat, meg utána azt mondják, hogy ilyen bűnös vagy, majd nem vagy bűnös, majd ide. Tehát, hogy egy olyan helyzetbe teremtették, ahol ez a nő totálisan összezavarodott. Én azt merem mondani. Totálisan összezavarodott. Fogalma nem volt arról, hogy most vele mi történik. Hol van? Hogy hol van. És ebből a helyzetből elmondatni vele azt, hogy pontosan mi történik, hogy történik, miért úgy történt, majd emlékezzen vissza mindenre, és 626-szor visszakérdeznek jelentéktelennek tűnő dolgokra, és ebbe ellentmondást felfedezni. Bocs, én azt mondom, a nem mondott olyat, amitől azt mondom, hogy úgy nagyon nagy horderejű bizonyítékot lehetett volna. Mert elmondta szépen, hogy amikor Tiszalökön voltak, elakadtak, fölhívták őket, ő elment oda, hazavitte őket, hogy most a Perényi egybe pontosan mi történt, miért nem úgy történt. Persze, értem. Te nem érezted azt, hogy a védenced részéről mondjuk óvatlanság volt ennyire a... támaszkodni olyanok közül, akik kint vannak, vagy akik tanuk? Nem tudom, figyelj, tehát az, hogy ők mit kommunikáltak egymással, nem tudom. Uh-huh. Nem tudom, tehát erre nem tudok mit neked mondani, találgatni sem akarok ezzel kapcsolatban igazándiból semmit. Uh-huh. Eléggé fogy az időnk, úgyhogy kicsit ráállnék még egy pár olyan kérdésre, amit te nekem fel van írva. Ugye, kezdődik ugye a dolog az eredendő bűnnel, ugye a besenyszögi fegyverszerzéssel. A besenyszögi fegyverszerzésnél ugye három illető, ugye az első, másod, harmadrendű vándortakról bizonyosodott be, hogy ott voltak. Vannak olyan elméletek, sőt az ugye még az ítéletben is benne van, hogy volt ott egy negyedik személy, amit az Árpád egyébként tagad, sőt még az olyan feltételezést is hallottam, hogy volt egy ötödik személy is ott. Erről tudsz-e valamit mondani? De csak ezt, hogy nem hárman voltak ott. És ugyanezt, hogy ugye ott találtak a kötőzőanyagokon DNS mintát. Amit szintén nem tudtak bizonyítani, hogy mert utána találtak ilyen kötőzőanyagot, talán még a Perényi egyben, hogy ez pont onnan származik, nem onnan származik. Ez megint egy olyan nagyfűsan megoldott kérdés, és akkor ennek mentén hadd menjek egy kicsit tovább, hogy hoznak el besenyszögről fegyvereket. Aztán, amikor a végpont, hogy megfogják őket, vannak náluk olyan fegyverek, ami nem besenyszögről származik. Érdekelt valakit? Nem. Illetve már akkor kezdett volna érdekelni, amikor már a túl késő. Aztán besenyszögről elhoznak pár, tíz, talán még tíz lőszert se. Ellövik. Tény, hogy most már az Árpád ugye a tárgyalás után, ugye a jogerős ítéletek után ugye beszél róla, hogy kitől, mitől milyen fegyver vagy lőszert szereztek be. De hát könyörgöm, amikor megfogják őket, 140-valány lőszert találnak az ágy alatt, az egyik ágy alatt. Helyszíneken előnek 76 lőszert. Oké, hogy ez a 3-4 ember nem tesz vallomást, de azért egy ilyen horderei ügyben nem kellett volna egy kicsit úgy jobban megpiszkálni ezt a környéket. Úgy, hogy már volt
korábban 2-3 hete, ugye az elfogás előtt már figyelték őket. Nem tudom, hogy tovább vitték-e vagy sem, de nekem az a gyanúm, hogy nem nagyon vitték ezt tovább. És akkor, ugye az általán említett lőszer ellátót ember. Már mondok neked egy érdekes dolgot. Ugye az Árpád most már beszél több emberről. Igen. És amikor mennek talán Tiszalökre, elindulnak, mennek ugye az Opellal, elérnek Hajdúböszörmény mellé. És ott van egy rád telefonforgalmazás. És van két telefon, ami forgalmaz ott a nem tudom hanyas 33-as vagy nem tudom hanyas út megy, ott forgalmaznak, a közeli adótoronyra jelentkeznek fel, majd van egy kibeszélés, ami Hajdúböszörménynek a túlsó oldalán lévő toronyra jelentkezik fel. Mi ezt szóval tettük, hogy elnézést emberek, de hogy van ez, mint van ez? Tehát itt valami probléma van, nem jön össze. Persze megoldották azt, hogy akkor a rádióadatforgalom éjjel kettőkor, vagy nem tudom mikor, meg ott, hogy feljelentkezhetett másik adótoronyra. És akkor most vedd hozzá azt, hogy van egy segítő, aki hol lakik? Böszörményben. Ugye az Árpád meg is nevezi. Igen. Igen. Van annak az embernek baja? Tudtam, van nincs. Hát annyi, hogy a Jobbikos önkormányzati testületi tagságáról lemondott. Tehát most csak gondolj bele, hogy az Árpád, amit most utólag mond, mégiscsak nyer értelmet abból a szempontból, hogy itt van egy olyan fajta kommunikáció, és nem tudjuk, hogy most azért kommunikálnak egymással, hogy jössz vagy nem jössz, vagy azért kommunikálnak egymással, hogy figyelj, hol vannak a lőszerek, vagy nem tudom én, bármi egyéb, vagy csak fölhívják, hogy tegnap este mit ebédeltél. De most így, hogy az Árpád elkezdi ezt mondani, van értelme, és ez nem egy olyan beszélgetés, hogy véletlenül az adótoronyra oda jelentkezett fel, hanem ott valakivel direkt beszéltek. És senkit nem érdekel most már, hogy az Árpád elmondja, hogy van egy emberem ott, és ő segített nekünk. Elfogadható számodra az a közelítés, hogy a besenyszögi fegyverrablásnál, hogy ezt apró hirdetés alapján találtak rá erre a bizonyos vadászra, vagy pedig valamilyen konkrét fülesük volt? Nem, saját szakmai tapasztalat alapján tudom, hogy lehet ilyen. Lehet. Persze, tehát ebbe ne keressetek semmiféle összeesküvés elméletet, nem. Ez lehet ilyen, hogy nem találomra, hanem... Volt egy beszélgetés, amire ő nekem azt mondta, hogy ez egy kvázi irodalmi közelítés volt az én részemről, amikor is a Magyar Gárda alakulásról mentek ugye vissza Debrecenbe, M3-ason, és akkor ugye volt az a beszélgetés, hogy hát a Kis István azt mondta, hogy hát nagyon jó dolog ez a Magyar Gárda, de hát ugye komolytalan, hiszen nincsen fegyvere. És akkor szóval nekem van egy olyan információm, hogy akkor az Árpád ugye azt mondta izének, hogy hát ő ismeri ugye ezt a Doxát, aki ugye a debreceni szervezett bűnözésben egy ilyen előlévő figura volt, hogyha jól tudom, akkor ő a igen. Akit Vulkán Szabinak is hívnak, igen. Volt Romániában is ugye, igen. És ha jól tudom, Németországban él momentán. És tehát, hogy elképzelhető azt szerinted, hogy ott is volt valamiféle kapcsolat fegyverszerzés tekintetében? Mivel nekem erre konkrét információ nincs, nem tudok ezzel kapcsolatban neked mit mondani. De az, hogy a fő kiváltó ok, és ezt az én határozott véleményem, nem feltétlenül, bár ez furcsának fog tűnni, nem a Magyar Gárda megjelenése vagy fegyver nélkülisége volt itt az alapvető kiváltó ok. Én úgy gondolom, ez sokkal személyesebb ok volt. És te mivel látod ezt a személyes okot? Ez a személyes ok, ez ugye pont akkor zárult le az a büntetőeljárás Debrecenbe, amit ugye a Kis István sérelmére követtek el, és felmentő ítélet született. Amikor ugye őt megszúrta a beengedő ember, ugye kivették az Istvánnak azt hiszem a lépét, és felmentik az embert, és ugye ennek a terheltnek, ugye ha minden igaz, akkor roma származású volt. Igen. Tehát én ezt sokkal inkább látom egy személyes indoknak, hogyha hozzáveszünk azt, hogy van egy személyes beállítottsági attitűd
bizonyos eszme gondolkodása iránt, és szembesülök ezzel, akkor majd én kezembe veszem a igazságszolgáltatást. Én inkább ezt látom benne, de ezt mondom, ez az én szubjektív véleményem, tehát ebbe én... Talán beszéltünk már erről korábban is, tehát hogy én ugye nagyon hasonló német ügynek a tárgyalásán voltam 2 vagy 3 napot Münchenben, és nagyon nagy különbséget érzékeltem. Egyrészt a tárgyalás lebonyolítása, másrészt pedig hát ugye a nyomozás kapcsán is. Ott ugye egy sokkal szélesebb kör került oda, mint hogy ugye itt egyfajta nyomozati minimumot teljesített, azt gondolom, hogy a magyar jogható, vagy rendőrség, tehát elfogtak 4 embert, akik effektív részt vettek a történésekben. Viszont ugye nagyon nem foglalkoztak a környezetével. Kezdem itt a végével. A magyar általánosságban mondom neked azt, és ezt mint volt rendőrként is, ezt átéltem, megéltem sokszor, hogy megfogják az adott gyanúsítottat vagy vélt elkövetőt, és akkor egy ilyen bányaló. Ennyivel megelégszenek. Tehát amikor ebben az ügyben is nyilvánvalóan, hogy nem ennyien voltak ebben az ügyben, nem ennyi embernek volt ehhez köze, ehhez az ügyhöz, nem foglalkoznak vele. És akkor most a kérdésed első részéhez, hogy nem foglalkoznak vele egy olyan ügybe, amibe most nagy szó, amit mondok, szerintem Magyarországnak a társadalmi megítélése a világban nagyon nem mindegy. Magyarországon belül ez az ügy, és ezt talán már elmondtam, kiváló alkalmas lett volna arra, hogy kibeszéljük a Magyarországon a cigányság helyzetét, a roma kérdést, és tegyük tisztába. És mindenki, aki ebbe olyan pozícióban volt, pártoktól függetlenül, gyorsabban dugták a fejüket a homokba, mint a strucc. Nem mertek vele szembenézni, nem mertek őszinte kérdéseket megfogalmazni, feltenni. És nem csak az, hogy hogy jutottunk ide, hogy a II. Világháború után rasszista alapon gyilkolunk embereket, kiválasztásra, azt se tudom kicsoda is, legyilkolom, gyerekestől, hogy? Mert ez azért a társadalomnak egy vetülete. És ne áltassuk magunkat, András, ne áltassuk magunkat. Mai napig ez megvan. Mai napig ez megvan. Nézzük meg, hogy változott-e azóta a romák helyzete Magyarországon. Semmit. Tettünk-e mi? És most ezért vállalom a felelősséget. Mi? Többség. Azért, hogy ezek a hátrányos helyzetben lévő emberek felemelkedjenek. Mit tettünk értük? Ha azt mondom, hogy semmit, közelebb állok a valósághoz, mint nem. Hadd mondjak egy személyes dolgot. Nekem édesanyám tanító volt 40 éven keresztül. Ahonnan én származom, ott van roma közösség, de kicsi. De, és nem politizálok, ez ugye 90 előtt volt jóval, volt arra igény, kapacitás, hogy ezeknek az embereknek sorházakat építsenek, volt arra akarat, hogy ezeknek az embereknek külön osztályt szervezzenek esti iskolába, és megtanítsák őket írni, olvasni, és beintegrálják őket. Emlékszem, én gyerekként álltam a buszpályaudban, és az egyik nálam jóval idősebb férfi ember odajött, és mondja, hogy jaj, de köszönöm édesanyádnak, hogy megtanított olvasni, elolvastam a Pál utcai fiúkat, és jaj, de szép könyv. Van most ilyen felzárkóztató osztály részleg program? És bocsánat, most politizálok, az, hogy most ilyen hátrányos helyzetű embereknek adok 2 kis csirkét, meg 3 növendék, nem tudom én milyen paprikát, és ezzel megoldom az életét. Hát már Jézus Krisztus is megmondta, nem halat kell adni, hanem hálót. Közmunka meg azért hat a kimodell. Pontosan. Tehát most mentünk egy kicsit másik síkra. De amit mondasz, a média rajtatok kívül szinte senki. Senki nem követte nyomon ezt az ügyet. Senkit nem érdekelt, hogy ezt oldjuk meg a mai napon, hogyha elmész egy gimnáziumba,
vagy joghallgatókat megkérdezett, hogy romagyilkosság, azt se tudják, hogy milyen ez az ügy, hogy miről szólt valójában. Pedig nem olyan régen történt. 15 éve. Mi is lassan fogyunk ki az anyagból, meg megy az idő. Még néhány rövid kérdésem volna, vagy rövid válaszokat. Mondok egy-két nevet, akiket az Árpád is emleget. Érdekes ember. Rövid válasz. Oké. Nem mondanám nekem most semmit. Hajdú-Bihar megyeri MBH főnök. Ha azt csinálták, amire gondolunk, akkor nem értem, hogy miért csinálták azt, amit csináltak. Jaj. Szégyen. Nem bántom az ember, de... Bocs, és még egy dolog. Visszatérve, megkínálják hamis tanúzással. Ugye tett egy vallomást a nyomozás során, majd tett zárt tárgyaláson vallomást. Azt kell, hogy mondjam, még mai napig nem mondhatom el, ugye el, hogy mi történt a zárt tárgyaláson, ez az ember hamisan tanúzott. És senki, és ez a Missouri bíró úrnak lett volna a kötelezettsége, hogy feljelentse hamis tanúzásért. Tartunk, neked mennyire volt rálátásod a katonai bíróság előtt a KBH vezetőknek a felére? Rálátásom semennyire, mert ugye az is zárt tárgyalás volt. De egy dolgot hadd mondjak el, és ezt a nyomozás során mondta, tehát az nyílt. És ezzel kapcsolatban egy általános, egy picit hosszabban. Hogy amikor kiderül, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy gubanc van, akkor ugye minden ilyen felderítéssel foglalkozó szerv kiadja a parancsot, és itt a hangsúly a parancsom van, hogy minden, akinek volt, van ügynöke, beépített embere, azzal beszélni kell, információt kell szerezni. És tudjuk nagyon, hogy az ilyen szervek, legyen az rendőrség, KBH, MBH, nem tudom minek nevezzük, ugye van egyfajta parancsuralmi rendszer, kiadok egy utasítást, annak van egy határideje, jön egy visszacsatolás, jön egy visszajelzés, hogy elvégeztem, nem végeztem, kit mondott, mit mondott, hogy mondott. Erre nézve az az érdekes, hogy Tiszalökön a csontost igazoltatják, júniusban tudja meg a NNI, hogy van egy csontos, aki volt katona, megkeresik a KBH-t, nem tudjuk, hogy a KBH-tól milyen válasz jön vissza, de azt tudjuk, hogyha olyan válasz kellett volna, hogy visszamenjen, hogy mi emberünk vagy mi emberünk volt, akkor kell egy 6 szem közti találkozó, az ember, a KBH-s tartótiszt, meg az NNI-s között. Erről nem feltétlenül kell, de valamilyen zárt feljegyzés kell, hogy legyen. Nem tudjuk, hogy van-e, nem tudjuk, hogy megtörtént, de mi kisléte előtt vagyunk. Aztán, amikor ott van ugye, hogy ki van adva a parancs, hogy beszélni kell emberekkel, elmondja, hogy igen, én beszéltem a csontossal a saját lakásomon. Hát ember. Hát saját lakásomon nem szervezek találkozót, hanem a saját lakásomon... Titkos szolgálatiatlan. Hát most gondolj vele, ha a saját lakásodon szervezel egy volt vagy jelenlegi ügynökkel találkozott, akkor az ember elgondolkodik, hogy ez lehet, hogy kicsit több, mint ügynök. És ő mondja el, hogy polemizálnak azon, hogy 50 meg 100 millió forintos, és senkit nem érdekel, senki nem megy utána. Na, erről ennyit. És még egy dolog, ehhez még egy rövid mondat, hogy azt láttam, hogy egy ilyen ügybe, vagy bármely más ügybe, hogy a hatóságok még mindig egymással nem kooperálnak. Semmilyen szinten. Nem segítik egymást. Tehát azt gondolod, hogy tulajdonképpen, hogyha ez a rendőrség titkosszolgálat közötti ilyen, mondjuk azt, hogy versenyhelyzet nincsen, akkor mondjuk akár a kisléte, vagy akár már a Tiszalök meg... Nem, Tiszalök az, sajnos Tiszalök az még nem, de kisléta lehet. Hiszen áprilisban van Tiszalök, és augusztus 4-én vagy 5-én van ugye kisléta. Nagyon hosszú idő eltelik. És lehet, hogy Pótor Tímea egészséges és él, életet tud élni, az édesanyja pedig él. Nem tudom, ez feltételezés. Úgy kicsit fordítva a dolgon. Hallottam, láttam az Árpádnak a megjegyzését. Nekem akkor kolléganőm volt. Pont ennyi. Amit ő belegondol,
meg amit neked elmondott, az magánélet. Tehát, bocs, semmi köze nem volt hozzá. És ezt maximálisan kimerem jelenteni, hogy ahhoz, amit ő neked elmondott, hogy ő kinek a felesége, az ég ott a világon semmi köze nincs hozzá. Nekem ő akkor a kollégám volt. Pont. És úgymond akkor ketten vittük ezt az ügyet. De egy irodában voltatok? Vagy persze. Igen? Persze. Persze. Tehát, hogy ő is itt volt. Hát nekem akkor a minden igaz, akkor az alkalmazott ügyvédem volt. Aha. Tehát ne gondoljunk ennél bele többet. Jó. Nem, sajnos azért mondom, mert nem. Jó. Mondom, hallod? Itt tudod, csak a ugye a Népszabadság pere utáni, ugye a Nemzetbiztonság Bizottsági meghallgatása, és hogy akkor ott ugye a férje volt az, aki elment bevédeni a Én erről nem tudok. Ezt mondja az Árpád. Én erről nem tudok, nekem ez, mondom, tehát én azt látom, hogy a korrekt, tisztességesen, becsületesen jó dolgozott, és azt, amire én kértem, azt mindig megcsinálta nekem. Uh-huh. És még egy dolog, a mai napig dolgozok vele együtt. Uh-huh. Már nem tagja az irodának, férjét és ne essék. Uh-huh. Tehát az, hogy ő neki ki a férje, jó, nem az, aminek gondolják itt az emberek. Teljesen más. Uh-huh. Teljesen más. Még egy pillanatra az ítéletnél lehorgonyoznék. Ugye a vádhoz képest a misszouri bíró beletett egy pár minősítő tényezőt, amit egyébként, hogyha jól tudom, akkor a másod meg a harmadfok is jóvá hagyott. Tehát például ugye a bűnszervezetben való elkövetést azt beletette, és nekem van viszont hiányérzetem, hogy miért nem tette be a terrorizmust, illetve a népirtást. Hát figyelj, ez már igazándiból jogászkodás, de az biztos, és ezt most megint csak egy ilyen kicsikek is a misszouri bíróval kapcsolatban, hogyha egy bírónak van abban gondolata, és ez nem előre prejudikáció. Ugye azt mondja a törvény, hogyha úgy gondolja, hogy másképp is minősülhet bizonyos cselekmény, vagy más minősítő körülmény is fölmerülhet, akkor arra illik fölhívni mind az ügyészség, mind a védelemnek a figyelmét, azért, hogy föl tudjon rá készülni. Lásd itt ugye a haditechnikai eszközzel való elítélés miatt, lásd itt ugye amit mondasz, a bűnszervezet. A bűnszervezettel kapcsolatban, hát figyelj, abban az időben az volt bűnszervezet tagja, akit a bíróság abba ítélte. Pont annyira laza volt akkor a szabályozás, talán még most is egy picit, hogy gyakorlatilag mi voltunk a bűnszervezet országa. Uh-huh. Abban, hát nézd meg, 100-150 ügybe ítéltek el bűnszervezetbe. Hát Olaszországban nem történik ennyi. A másik pedig, hogy az elítélésekkel kapcsolatban, tehát hogy mit emelt be, vagy hogy amit mondasz, bocsánat, a terrorizmus, népirtás, szerintem azért az ott több másabb kellett volna megnyilatkozni. A terheltek részéről, hogy más egyéb bizonyítékokat kellett volna beszerezni. Tény, hogy ugye felmerült, hogy azért ölték meg ezeket az embereket, mert roma származásúak voltak, de én úgy gondolom, hogy a népirtásnál azért ott hát talán valahogy sokkal, de sokkal több, most ez furcsán hangzik, talán sokkal több sértett, vagy bármilyen más elkövetési mód kellett volna. A terrorizmus az meg azért nem, mert talán más cél. Jól emlékszem, hogy a vádiratban volt egy olyan mondat, ami engem nagyon megrázott, hogy a vádlottak célja magánhadsereg létrehozása és polgárháború kirobbantása volt. Pont. Valamilyen szinten, bocsa, szabadba vágtam, erről beszéltek ők is ugye még az elején, hogy hát nem jó ez a rendszer, hogy próbálkozzunk erre, de igazándiból én erre írásos bizonyítékot nem láttam, hogy ők ebből bármi feljegyzést, vagy erre nézve olyan bizonyítékot én nem láttam az ügybe, ami ezzel kapcsolatban ők valamilyen konkrét lépéseket tettek volna, tehát mondjuk elkezdték volna, durva, amit mondok, és nem történt ilyen félrejtés, ne esik, hogy na, akkor mi most átveszünk a magyar gárda helyét, vagy mi egy kicsit radikálisabb, hogy szervezetbe kezdek el gondolkodni, hogy adok valami nevet, és akkor majd gyűjtök embereket, és csinálok. Tehát ilyet nem láttam én a bizonyítékok között, hogy lett volna egy ilyen minőségi ugrás. Még egy kérdésem volna, hogy
Ugye a Kis Istvánról tudható volt, hogy ő egy szélsőjobboldali ideológiákat követ 14-es korától kezdve. A Petőről dettó. Igen. A Csontos mondjuk azt, hogy csapódott. Igen. De a Kis Árpádról nem ez látszódott. Tehát, hogyha ő nem volt egy szélsőjobboldali ideológiája, neked mi ezzel kapcsolatban az érzésed, hogy akkor viszont miért vállalta el, miért csinálta ezt? Ő ugye, az ő narratívája az, hogy hát, hogy ő nem ártatlan, hogy ő bűnsegéd volt, azt állítja, hogy nem ölt embert. Ez is egy kérdés számomra, hogy ez igaz-e vagy sem. Ugye ott a vizés során, tehát a nyomozás során ugye az volt, hogy az a Gulyós Mauser hozzátartozott, már pedig ugye a Rontó Krisztiánt azzal lőtték keresztül, és a Kóka Jenőt pedig szintén a Gulyós Mauserra ölték meg. Tehát, hogy ha nem szélsőjobboldali ideológia vezette őt, akkor tulajdonképpen mi volt az ő motiváció ebben az egész történetben? Szerinted? Láttad, amiket ő... Igen, Endre, hadd mondjak neked egy nagyon talányos választ. Én ezzel kapcsolatban már az eljárás vége felé azért beszélgettem az Árpáddal. És az, hogy neked vagy a közvéleménynek ezzel kapcsolatban nincs információja, hogy ő valójában mit gondolt vagy gondolhatott a világról, az egy dolog, de nekem ezzel kapcsolatban némi nemű rálátásom van, ami nem feltétlenül az, hogy neki bizonyos dolgokhoz nincs köze. Eszmevilághoz. Ennyi. Tehát ennél többet azért nem merek, meg tudok neked mondani, mert akkor én olyanokat mondanék el neked, amit nekem ügyvédként mondott el. Tehát ennél többet jobbat nem akarok mondani, mert akkor már konkrétum lenne. Tudod, ez a klasszikus tudom, amit tudok. De engedtessék meg nekem, hogy ennél többet nem mondjak. Konkrétumok nélkül te ezt elgondolhatónak érzed azt, hogy amit ugye állít, és bemenjünk a konkrét is, tehát tulajdonképpen véleményt kérdezek tőled, hogy ő nem volt szélső jobboldali, de hogy az öccse iránti szeretet vitte őt abba, hogy tulajdonképpen egyfajta egy gyilkosság sorozatban menedzseriális tevékenységet folytasson. Mert tulajdonképpen ez... Ennél több volt. Minden tekintetben. Mind fizikailag, amiben részt vett, mind, így mondom, eszmeileg. De ezt saját magának, Kis Árpádnak kell ezt rendbe tennie. És ugye kicsit az előbb beszélgetésünk elejéhez visszakapcsolva, van egy rész ugye a nyomozás tárgyalási szakban, amit ő nyilatkozik, mond. Van most azóta több éven keresztül más-más, amit ő mond. Oké, hogy ez a kettő homlok egyenest ellentmondó, de én azt mondom, még mindig nem a teljes igazság. Mindenki számoljon el a saját lelkiismeretével. De az biztos, hogy nekünk itt, a többségnek kellene még mit tenni. És bocs, nem neked, meg nekem, mert mi porszemek vagyunk ebbe a dologba. Kossuth tér 1. Ott abban nagyon sok ember elfér. Patkó mindkét oldaláról. Nem csak most, korábban is. És nézzenek mélyen magukba. Jó végszó.